Medvedki Ilona semmi mást nem kért édesapjától karácsonyra, mint egy karácsonyfát, olyannyira szegények voltak. Manapság a gyönyörű táncművésznő háza igazi karácsonyi díszben úszik, gyönyörű fa és dekoráció díszíti a tereket, ennek ellenére nem felejtette el, hogy honnan jött, és azt sem, hogy milyen nehézségek érték az életben. Őszintén mesélt a Star magazinnak gyermekkori karácsonyáról, ahol semmi fényűzés nem volt. Pest éhezett, a második világháború nagyban dúlt, és mi is nagyon szegények voltunk. Semmi más nem kértem édesapámtól, csak egy karácsonyfát. Meg is kaptam, még hozzá nem is akármilyet, hatalmasat. Habár nem volt egy darab díszünk se, szerencsére kreatív család voltunk, így csüggedés helyett inkább feltaláltuk magunkat, édesanyám előásott egy csomag háztartási vattát, és egy éjszakán keresztül kis vattagilisztákat sodorva behavasztuk az egész fát. Ajándék nem volt, arra sem emlékszem mit ettünk, mégis boldogok voltunk, emlékezett vissza örömteli szívvel Ilona. Ilona most már sok-sok díszsel és pompával ünnepli a karácsonyt, díszbe öltözteti otthonát. Elhunyt szeretteinek egyenként állít fel egy-egy karácsonyfát, így idén 9 karácsonyfa kapott helyet otthonában.